Szervusztok! Szép jó estét mindenkinek! Egy ilyen igen kellemes rezgés és frekvenciaemelő napunk volt ma. És most is nagyon jó kis energiák jönnek. Ha furcsa híreket hallasz, vagy megkeresnek vele, mindig hallgass a megérzésedre. Nézd meg, hogy benned mit kelt az a hír, vagy aki mondja. Aztán döntsd el, hogy mi a dolgod vele. Mi szokás szerint először is lemegyünk földanyához. Te gyűjtsd össze szíved minden szeretetét, tedd bele a fehér gömbödbe, és küldd le földanya kristály magjába. Indítsd el a szívteredből, gerinc mellett végig lefelé, medence, comb, lábszár, lábfej, és a talpaidon keresztül leengedett földanyának. Üdvözöljük a belső föld lakóit, és megköszönjük energetikai támogatásukat. Gája szereti gyermekeit, feltölti a gömbödet energiájával, szeretetével, és küldi vissza hozzád. Belép a talpaidon, lábfej, lábszár, comb, medence, és a gerinc mellett visszatér a szívtérbe. És most küldjük fel atyánkhoz a napba, gömböt kilép a fejtetőn, atyánk is feltölti energiájával, szeretetével, majd küldi vissza hozzád. Belép a koronacsakrádon, harmadik szem, dobozmirigy, torokcsakra, és újra itt van a szívtérben, és így együtt van a Szent Hármasság, Atya, Anya és a gyermek. Támaszd meg a gerinced, hunyd le a szemed, csillapítsd le az elméd, zárd ki a gondolatokat, figyelj befelé, figyelj az energiákra, és figyelj az érzéseidre, a megérzésekre. Kérem, 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 kérek minden égi lényt, a Teremtőt, a forrást és energiáját, az ősöket, a Szent Szellemet. Kérlek, jöjjetek,
Lépjetek be energiarendszerembe. Hermész Trismegisztos, a sárkány nemzetség, lemúriai mesterangyalok, Atlantis angyalai, atlantiszi magar mágusok, aranyasszonyok, tündérek, boszorkányok, Mária, Szananda, Mihály, Gabriel, Rafael, Szandalfon, Szarael, Ízisz, teremtő istenek, a nagy fehér testvériség, felemelkedett mesterek, spirituális tanítók és szellemi vezetők, a csillagcsaládok, Plejádok, Szíriusziak, Arkok és egyebek. Segítő angyali tudatmezők, szeretett felettesén, belső gyermek vele született, lénye minden aspektusa és lélek része. Kérlek, jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe, borítsátok be védelmetekkel tagjainkat, áldott Gáját és a Földön minden lelket. Így legyen most, és ez így van. Köszönöm, 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 köszönöm. Na, drága univerzum, égi segítőink, és ne hívjuk azokat a frekvenciákat, rezgéseket, információt, amire szükséged van. Na, és már benne is vagyunk a kvantumtérben. Szóval ne felejtsd, minden ember saját maga teremti meg a valóságát. Ha valaki félelemben él, azt fogja megteremteni. Ha valaki a fényt viszi, terjeszti, akkor azt fogja megteremteni. És van egy dolog, a magas rezgést, az alacsony rezgés nem fogja felülírni. És a félelem az egy alacsony rezgés.
Hála Istennek, itt már nagyon sokan tiszt, sőt, már majdnem mindenki tisztában is van ebben. És minden nap egy kicsivel feljebb lépünk. A morfogenetikus mezőbe már benne van a felemelkedés, és az emberiség kollektív tudatában is. Már csak az egyén dönt, hogy mi a szándéka. De mi, akik itt vagyunk, mi azért jöttünk le, hogy megéljük ezt az evolúciós lépést, és segítsük Földanyának is meglépni. Na most egy kis segítséget adunk azoknak, akik még betegség tüneteket észlelnek magukon. Megkérjük az univerzumot, hogy küldje el hozzánk azokat a gyógyító rezgéseket, frekvenciákat, amire szükséged van. Na figyeld meg, már megy is ez a gyógyító energia. Van ez a zöld energia, lila és kék, és el ne felejtsd, hogy ezek az idők, ezek az energiák mind érted vannak, neked szólnak, téged segítenek a felemelkedésben. Na, és majd figyeld meg, hogy a korábban már bejött fénykódok, amik sejt
emlékezetbe lettek leraktározva, majd jönnek elő, amikor szükség lesz rá. Egy olyan dolog, hogy valami nem tiszta, és te tudod rá a választ, tudod, hogy mi az igazság, hogy mi az igaz, mert előhívod az információkat. És figyeld meg ilyenkor, meditáció alatt, mindig egy picivel magasabb frekvenciát fogsz kapni, mindig emelkedik, mindig erősebb lesz. És az, hogyha egyelőre még nem látod a színeket, nem érzed annyira az energiát, nem gond, előbb-utóbb mindenki fogja látni, mindenki fogja érezni. Mindenki belép az ötödik dimenzióba. Aki itt van. Na, és minél magasabbra megyünk, föl vagyunk a 12. dimenzióba. És kérünk információt, hogy milyen energiák hatnak most ránk. Jó, szép tiszta. A forrás energiáját látom. Lilát és hófehéret. Most egy nagyon magas rezgést fogsz észlelni. Főleg a sejtjeit fogják élvezni. A betegség tüneted csökkenni fog és el fog tűnni. Egyre erősebb az energia. Egyre magasabbra kerülünk. Te is fogod érezni, hogy mi az fölfelé, mintha húznának föntről.
De gyönyörű arany. Hát kapu. Egy ilyen. Hát kapu, egy arany kapu nyílt meg. Mint amikor a fátyol elől felhúzzák a függönyt, és egy gyönyörű szép új világ nyílik ki előtted. És itt állunk egy csodálatosan szép új világ küszöbén. Te, mi fogjuk megteremteni ezt a csodálatos új világot. Még vagytok jó páran, akiknek még vannak visszaáramd és visszahúzó energiái, ezeket engedd el. Ez csak a félelem. Tudd, hogy mindent meg tudsz teremteni magadnak, a családodnak, bármit. És gyógyító vagy. Használd is ezt a képességedet a környezetedben. Ne féljél, innen már nincs lefelé, csak fölfelé.
No i ta synchronicita też, hus, hus. Időnként bebevillansz, gyógyító energia. De már csak nagyon ritkán. Na, oszd meg, hogyha téged is meggyógyított valamilyen formában ez az energia, oszd meg, hogy mit gyógyított. És már olyan közel vagyunk a magasabb szférákhoz,
hogy pikpakra el tudsz menni a mellettünk lévő dimenzióba is akár. Észre se veszed, és már ott is vagy. Figyelj befelé! Egyre erősebb az energia. Már a fül is eldugul. És egyre több a fény. Egyre nagyobb a béke. Na kedveseim, hát ez az energia egész este fönn fog maradni. Időnként nézzetek befelé, és figyeljetek, hogy mi történik a fizikai testben. Kedveseim, namaste!
áldás minden létezőre, áldás a felemelkedésre, áldás a felemelkedés segítőire, áldás rád!